Sziasztok, Ádám vagyok. A tekkettő.hu-t nézitek, és a Samsung Galaxy S6-ot látjátok a képen, amely a legújabb csúcsmodell a Samsungtól. Ez az első Samsung Galaxy készülék, amely nem tartalmaz, tehát azon csúcsmodell, amely nem tartalmaz memóriakártyás bővíthetési lehetőséget, illetve kivehető akkumulátort, hiszen egy zárt házunk van, és csak a nanoSIM kártyát lehet itt oldalt egy tálcán becsúsztatni. A Samsung 32, 64 és 128 GB-os tárterülettel kínálja ezt a készüléket, viszont ez egy névleges háttértár, így a legkisebb 32 GB-os készüléknél nagyjából 23,5 GB tárhely az, amit szabadon elérhetünk, és ezt nem tudjuk memóriakártyával bővíteni a hagyományos módon. Van azonban lehetőség a háttértár bővítésére, méghozzá a készülék alján található USB csatlakozó segítségével, az USB OTG funkciót használva. Van egy 8 GB-os Platinet pendrive-om micro USB csatlakozóval, amelyet így csatlakoztatni fogunk a telefon alján, és megnézzük, hogy felismeri-e a készülék. Csatlakoztatva, és a saját fájlok alkalmazás rögtön fel is ugrott benne a megnyitott tárolóval. Itt a helyi tárolónál látszik az eszköz tárhely alatt, meg is jelent az USB Storage A feliratú tároló, amelyet itt az előbb is láthattunk, és itt is ugyanúgy tudjuk használni a tárhelyet. Ha belemegyek a beállításokba, a tárhelynél láthatjuk egyrészt a beépített háttértárat, valamint itt van az USB OTG tárhely is, 7,27 GB szabad tárterülettel, itt leválasztható vagy formázható is a tárterület. Most ezt, hogy kivegyem, leválasztásra nyomok. Itt egy biztonságos eltávolítással lehet leválasztani. Van itt még egy memóriakártyám is, egy 64 GB-os Samsung memóriakártya. Ezt fogjuk egy USB-s memóriakártya olvasóval és egy OTG adapterrel csatlakoztatni a telefonhoz. Méghozzá ugyanúgy, mint a memóriakártya olvasót. Ugyanúgy felugrik a saját fájlok alkalmazás, és azon belül elérhetőek a tárolt tartalmak. Itt például számos kép és videó. Mondjuk itt látszik, hogy a galéria nem használható teljesen úgy saját fájlokból megnyitva, mint a sima galéria, de meg lehet nyitni egyszerűen a képet és használni, illetve elindíthatok videót is akár, ami a memória kártyán van. Amint látok, és teljesen jól lejátsza a Full HD felbontású videót. Ha belemegyek a beállításokba, akkor a tárhelynél láthatjuk a saját tárhelyet megint csak, és alatta itt van a csatlakoztatott memóriakártya, amin látszik, hogy 14,72 GB érhető még el az 58,53 GB-ból, tehát így egy 64 GB-s plusz tárhelyet adhatunk hozzá a készülékhez. Hozzátéve azért, hogy nyilván egy ilyen kilógó kábel nem annyira kényelmes, de mondjuk útközben egy-egy rövid csatlakoztatásra jó lehet. Ha belemegyek a galériába, megnézzük, hogy elérhető itt azok a képek, amelyek a memóriakártyán vannak, de ahogy látom, nem, ezeket külön itt nem találjuk meg, tehát csak a fájlkezelőn belül tudunk hozzáférni ezekhez a tartalmakhoz. Ez volt tehát a Samsung Galaxy S6 tárhely bővítését bemutató videó USB OTG-n keresztül. Kövessétek továbbra is a tekkettő.hu oldalt, sziasztok!